életemben. Azért dolgoztam keményen, hogy minél több szép dologgal tudjam magam körbevenni. Imádom a sportkocsikat, gyűjtöm is őket. De mégis a legfontosabb dolgok az életemben a barátaim. Szeretem a barátaimat, mert mindig számíthatok rájuk. Ha rossz a kedvem, felvidítanak. Minél több barátom van, annál jobban élek. Minél több barátom van, annál több pénzem is lehet. Mindig kerestem olyan lehetőséget, ahol sok emberrel tudok megismerkedni. Számomra ez nagyon-nagyon fontos volt, mert minél több embernek a barátságát birtoklom, annál értékesebb emberré válhatok. Ahogy az autók különlegesek, úgy az emberek is különlegesek. Ahogy a vezető ki tudja hozni a legtöbbet a sportkocsiból, szeretem én is kihozni a legtöbbet az emberekből. Néha nem tudják, hogy milyen sok van bennük. Néha nem tudják, hogy mennyi erő van bennük. Mók is meglepődnek rajta, hogy milyen dolgokat képesek megvalósítani. Ezt imádom. Minden barátomtól tudok tanulni, mert mindjárt többnek tartom magamnál abban, amit ők jobban csinálnak. Én ezt szeretem eltanulni, ez a titkom. Tizennégy évvel ezelőtt egy jó barát elhívott, és azt mondta, hogy figyelj rám, ha itt csak pénzt akarsz keresni, soha nem lesznek barátaid, de ha barátokat jössz velem keresni, akkor nagyon-nagyon sok pénzed lesz. Igaza volt. Az idő múlásával az autó elrozsdásodhat, tönkre menhet, akár még össze is törheti az ember véletlenül. A barátság sokkal jobb befektetés ennél. Az idő a barátságot még jobbá, még tökéletesebbé, még mélyebbé teheti az ember számára. A barátság mindig a legjobb befektetés. Berkics Miklós vagyok. A barátod. Gyémánt igazgató. Én a Forever vagyok.